A magam részéről kívánok egy szeretetteljes, szívből jövő jó napot minden testvérnek, testvérnőnek, minden vendégüknek, akik megjelentek ezen alkalommal. Ezen szellemi lakomán, amelyben azon igazságok vannak feltállalva, Jehova nagy asztalán, amelyeket ő bocsájt a mi rendelkezésünkre, és amelyek képesek minket fenntartani, képesek megvédeni, sőt, ennél több. Képesek arra, hogy elvezessenek minket egy olyan életre, amely soha meg nem szűnik. Ebben a világban, amint lássuk, lakoma van elég. Biztos, hogy mindenki közülünk észrevette ezeket a lakomákat. Senki sincs, aki ne vette volna észre, hogy mi zajlott le a elmúlt éjszaka is. A világ mulatozik, de ez egy jele annak, hogy közeledik oda ahhoz a részéhez, amely meg volt jövendőlve, amely különböző proféciák által előre be lett mutatva, vagyis a végéhez. Ugyancsak egy lakomáról lesz szó, egy olyan lakoma, ami a Szentírásban le van írva, amelyről szó van, egy nagyon szimbolikus lakoma, de amely valójában megtörtént, amelynek minden része valamit jelentett, valamit előre mutatott, amely minket oktat, amely minket segít, amely valójában oda segít, hogy tudjuk dicsőíteni, magasztalni kellőképpen a mindenható Isten. Ez a Belsazár lakomája. Erről lenne szó ezen alkalomkor. A folyóiratnak a címe az összeesküvők lakomája. És többet mond a folyóirat címe, mint általában a lakomának a megnevezése, amelyet a világ tud. Általában a világban úgy ismerik, hogy Belsazár lakomája. De ha úgy mondjuk ki, hogy összeesküvők lakomája, akkor már egy kicsivel többet tudunk, hogy miről is van szó. Tehát végül az összeesküvők lakomája. A vezérszöveg, mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszak tételnek borát isszák. Remélem látszik a képernyőn, románul is ugyanabban az időben ki van vetítve, és a Biblia versek meg fognak jelenni a képernyőn kivetítve, úgyhogy onnan is követhessük. Amint ismeretes, és amint mindenki elismeri, biztos, Jehova Isten a szeretet Istene. Ezért minden időben figyelmeztette az ő szolgáit a reájuk leselkedő veszélyekre. Úgy, ahogy egy szülő figyelmezteti az ő gyerekét, hogy milyen veszély következik rá, vagy milyen veszély lehetséges, amely meg fog történni, megtörténne, úgy figyelmeztette Jehova Isten az ő szolgáit ezen proféciák által. Jehova Isten előre figyelmeztette az ő szolgáit, hogy a kígyó és ennek magva egy összeesküvést fog szőni ellene, Jehova Isten ellen. De vajon mi ebben, ami minket érdekel? A kígyó és az ő magva összeesküvést sző Jehova Isten ellen, csak hogy az ő szándéka ebbe belevinni minden teremtményt. Ezért érdekel minket, mert a kígyó szándéka belevinni ebbe az esküvésbe, összeesküvésbe minden teremtményt. Jó Isten figyelmeztette az a szolgáit, az a szolgái képesek ezért megállani ezen összeesküvéssel szemben. A legnagyobb harcos ebben a harcban tulajdonképpen maga Jézus Krisztus, aki elsőként vesz részt a bizonyság tevésben, vagyis, hogy bemutassa, hogy Jehova Isten ő a szeretet Istene. Hogy ezt elmondja, hogy hirdesse az egész teremtmények között ezt. Tehát vannak más teremtmények is, akiket Jézus Krisztus ugyebár megszervezett, akik Jehova Isten szeretetéről, felsőbbségéről és minden hatóságáról lelkesen tesznek bizonyságot. Kedves testvérek, testvérnök, mi más egyebet tehetnénk mi, amivel mondjuk Jehova Isten oldalán állanánk meg, mutatnánk ki, hogy az ő oldalán vagyunk, mint hogy tényleg szeretet, lelkesen tegyünk bizonyságot arról a szeretetről,
amit Jehova Isten mutat irántunk. Igen, csak hogy Sátánnak ez nem tetszik. Sátán, ő ellenáll ennek a ténynek, és azon teremtményeknek, azon teremtményeket, akik ellene akarnak állani ő neki, vagyis nem akarnak szót fogadni neki, hogy részt vegyenek az összeesküvésbe Jehova Isten ellen, azokat erőszakkal megpróbálja belevinni ezen összeesküvésbe, és ezért gyalázatnak és közmegvetésnek teszi ki. Persze, ahogy meg volt említve, Sátán és ezen szellemi teremtmények, démonai neki nem direkt befoglalkoznak velünk, hanem megvannak az eszközei, és ezt úgy nevezi a Szentírás, hogy a magva, a kígyó magva. Feltevődik a kérdés, és az egész világon fel van téve a kérdés állandó jelleggel, hogy kik Isten szolgái és kik az ördög szolgái. Ha valakivel beszélgetünk, ő azt mondja, hát miért mondjátok, hogy ti vagytok Isten szolgái, miért ne lehetnénk mi pontosan hasonlóan, mi az Isten szolgái. És ti legyetek a kígyó szolgái, vagyis az ördög szolgái. Tehát csak hogy a Biblia felel erre. És pedig a felelete megtalálható a Jelenések 12 részének 17. versében, ahol azt mondja, hogy megharagulvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Tehát kik Isten szolgái? Akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Imé, nem kell sokat beszélni, nem kell sokat gondolkozni, fel lehet deríteni, ki lehet deríteni, hogy kik is Isten szolgái. Viszont akkor ellenkezőleg ki a kígyó magva, kik a kígyó szolgái. A kígyó szolgái, a kígyó magva két részből áll, egy szellemi részből és egy földi részből. Az utolsó periódusban, időnkben a nagyobb támadás inkább a szellemi részről jön. Csak hogy ezen szellemi része a kígyó magvának direktben nem támad minket, hanem a földi részt használja fel, a gazdasági, kulturális, politikai és más tényezőket felhasználja, hogy Isten szolgáit támadja. Ezen földi szolgái Istennek, a kígyó magva, gögösek, felfoglalkodottak és nagyon szigorúak. A példabeszédek 16-18-ban azt mondja, a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfoglalkodottság. Tehát a következőkben ezen összeesküvők lakomájáról lesz szó, amelyik a Dániel 5. részében van leírva, és amely ugyebár a mai időnkben teljesedik, ha ezt a kérdést tennénk fel, hogy mikor is teljesedik, a mai időben, most is teljesedik, az, ami ottan le van írva, és honnan tudjuk? Azért, mert tulajdonképpen szó van egy olyan lakomáról, amelyet ez a Belsazár, Babilonnak az utolsó királya szervezett meg, az ő utolsó estén, életének utolsó napjában szervezett meg, amikor már Babilon tulajdonképpen az összeesés szélén, a végének a szélén állott, mert a médek és a perzsák seregei, tehát Dárius és Cirus seregei kívül a várfalon kívül ott voltak, állottak készenlétbe. Viszont annyira bíztak ezen várfalban, hatalmas volt ez a várfal, bizonyára tudják egyesek, annyira bíztak, hogy a váron belül egy nagy lakomát szerveztek. És hogy mikor teljesedik, hasonlóképpen van a helyzet ma, a nagyobbani Belsazár, vagyis ezen világ nagy lakomákat szervez. A nagyobbani Dárius, aki Jehovaisten szemlélteti, és a nagyobbani Círus, aki Jézus Krisztus szemlélteti, a seregei készen állnak az utolsó ütközetre, Armagedonra. Tehát ezt lehet, hogy érezzük sokan, hogy tulajdonképpen az utolsó időket éljük. Dániel 5. részének első versében azt mondja, hogy Belsazár király nagy lakomát szerze az ő 1000 főemberének és az 1000 előtt bort ivék.
Tehát nagy lakomát szerzel 1000 főemberének, 1000 főember, és az 1000 előtt bort írják. Maga a nevének a jelentése, ennek a jelentősége ennek a Belsazárnak, Bél, elsősorban Bel, ami tulajdonképpen Babilon bálványa volt, Sazár, ami jelenti a vezére, vagy az ő kedvence. Tehát Belsazár, az ördög kedvence. Belsazár tehát jelenti Bél fejedelme, vagy Bél kedvence. Belsazár tulajdonképpen Nabukodonozornak volt a fia, szóval jobban mondva az unokája, tehát Nabukodonozor az ő elődje szemléltette Sátánt, ő meg szemléltette a kígyó magvának földi részét. Az előbb, ha visszaemlékeztek, beszéltünk arról, hogy a kígyó magvának van két része, van egy szellemi és van egy földi része. Tehát ez a Belsazár, ez tulajdonképpen előre mutatta, szemléltette a kígyó magvának földi részét. Konkrétabban nagyon sokszor, amikor Belsazár van említve, akkor az álkereszténység vezéreit szemlélteti. Minden esetre egy hatalmas lakomát szervezett 1000 főember, elképzeljük 1000. Nem kevés személy volt jelen. Ha el kéne képzeljünk egy asztalnál 1000 embert, az egy kicsit sok lenne. Csak hogy nem csak ők voltak, hanem ott voltak a király feleségei, a király ágyassai, és hát ezeket valaki fel kellett szolgálja. Rengeteg szolga, sereg, nyüzsgés, mozgás, forgás, készítések és felszolgálások, ugyebár 1000 embert kiszolgálni nem kis dolog, és meg királyi módon úgy, ahogy Belsazár megszervezte ezt a lakomát. Kit szemléltettek tehát ezen főemberek? A főemberek szemléltették azon politikai szervezeteket, népszövetség, Európai Unió, államok, politikai államokat szemléltettek. Hogy 1000-en voltak, 1000 az annyi, mint 10 × 10 × 10. 10 × 10 az 100, 100 × 10 az 1000. Vagyis egy embernek 10 ujja van, azt jelenti, megvan az egész. Azt jelenti tehát, hogy földi szempontból a teljes, a tökéletesen egészet szemlélteti, vagyis azt jelenti, hogy Sátán földi szervezetének a teljessége. Ezt szemléltették a főemberek, hogy 1000-en voltak, Sátán teljes szervezetét szemlélteti. Hogy ezen főemberek itták a bort, az szemléltette, amit mond a Szentírás. A Példabeszédek 31.6-ban, adjátok a részegíti italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűnek, tehát a bort a keseredett szívűnek, az elveszendőnek és a keseredett szívűnek. Tehát két dolgot szemléltetett, elsősorban a bort az elveszendőnek, de másodszorban az erőszakosság bora is volt, és ha visszaemlékeztek a vezérszövegre, akkor megértjük, hogy miért volt az erőszakosság bora is. Borozás közben mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket Nabukodonozor hozott volt Jeruzsálemből e. Ez a második vers, elolvassatok a képernyőn. Borozás közben. Tehát már nem volt józan, mert borozás közben volt. Ilyenkor erősebbnek érzi magát az ember. A szívében volt tulajdonképpen Belsazárnak ez. Valahogy gyalázza meg Jehova ezen edényeit, mert tudott róluk, az ő atyától, Nabukodonozorról, hogy az az Isten, akinek a szolgálatában álltak ezen edények, az Jehova Isten, és az a mindenható Isten, a világ mindenség Istene, és addig nem mert, mert józan volt. De ugyebár az ember, amikor iszik, bárki legyen az, egy kicsit bátrabb. Ő ivás közben ugyebár mondja, Belsazár bátor volt, előlült, vörös bort ivott, vörös volt a szeme, mondja a folyóirat, erősnek érezte magát, főleg, hogy 1000 vezér, 1000 főembere ott volt, még erősebbnek érezte magát. Na most aztán véghez viszem azt, amire gondoltam, annyi időn keresztül a szívembe volt, meggyalázom azon edényeket, amelyek Jehovát szolgálták, és kimutatom, hogy azok nem is olyan, nem tudom milyen edények, hanem én. Úgy az ő atya gondolta, ő valaki. Rég a szívében volt, és mit is szemléltettek, ugyebár ezen edények, amikor mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket. Ezen edények tulajdonképpen Krisztus testének tagjait, Isten szervezetének részét. Sokszor Isten szervezete, amint ismerjük, az arany által van szemléltetve,
sok proféciában az arany Isten szervezetét szemlélteti. Itt is az arany, tehát a nemes fém, ez azt szemléltette, hogy Isten szervezetéből, Jézus Krisztus testületéből vannak. Ezt szemléltették az aranyedények, és az ezüstedények, nem kell sokat gondolkozunk, azokat szemléltetik, akik kicsivel lennébb vannak, nem vagyunk mi az aranyedények, de elmondhatjuk, hogy mi vagyunk az ezüstedények. Hogy mindezeket Belsazár meg akarta tulajdonképpen szentségteleníteni, ez szemlélteti azt, hogy Sátán szervezete, Sátán földi szervezete mit akar tenni Isten szolgáival, és még ha nem is mutassák ki, mi velünk is. Belsazár azt mondta, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, de amint kitűnik majd, nem hozták elő mind az egészet, csak az arany edényeket. És meglássuk, hogy mit jelent. De addig nézzük tulajdonképpen, hogy mit szemléltettek az ő feleségei és ágyassai, akik ott voltak a lakomán. A feleségei azokat szemléltetik, akik összeházasodtak a politikával. Vallások. Államvallás. Romániának, mint államnak van egy vallása, nincs? Egy államvallás. Magyarországnak van? Neki is van. És minden országnak van egy államvallása. Tehát azokat szemléltették, akik hivatalos módon olyan vallásos szervezeteket össze voltak házasodva, úgymond a politikával. Az ágyassai, akik hivatalosan nincsenek összeházasodva, de vele vannak, bérért adják el magukat a politikának. Ezek a bűnembere, a pusztulás fia. Eszközül szolgálnak Jehova bizonyság tevőinek megalázásában. Tehát Belsazár és Sátán szervezete kényszeríteni akarta azon aranyedényeket és ezüstedényeket, hogy ők az ők arany mi voltuknak ellene mondjanak, vagyis annak, hogy Jehova Isten szolgálják, más szolgálatra kényszerítsék, Sátán szervezeteit szolgálják, Belsazárt szolgálják ebben az esetben. Elképzeljük akkor, mit is jelent, hogyha most a profétai képet még egyszer átismételjük magunkban, Belsazár fogja az aranypoharat, benne a vörös bor, és nyújtja a főembereinek. Mit szemléltet ez a kép? Belsazár szemlélteti az álkereszténység vezérei, és az aranypoharak szemléltetik Isten szolgáit, és nyújtja a főembereknek, a főemberek szemléltetik a politikai szervezeteket. Megtörtént ez? A mi esetünkben tudunk ilyesmiről? Biztos, hogy igen. A nagyobbani szervezetekben is megtörtént, Isten szolgái ki voltak szolgáltatva ezen álkereszténység vezéreitől a politikának. És sok helyen, sok falvakban Isten népe, Jehova tanúi, pontosan azon papok által voltak kiszolgáltatva a szekuritáténak, akik ottan, ugyebár mint, valójában nem mint Isten szolgái most már ezek szerint, hanem mint annak a szolgái, Sátán szolgái, mint Belsazár is tevékenykedtek. És ők voltak, akik kiszolgálták Jehova tanúit a szekuritáténak is sokszor. Ugyebár, hogy teljesedik ez a kép, Belsazár nyújtsa az aranypoharat az ezer főemberének, vagyis ezen álkereszténység vezérei nyújtsák Isten szolgáit a politikának, hogy azok gyalázzák meg. Bort ivának és dicsérék az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Tehát mit jelent az? Bort ittak az aranyedényből, de mit dicsértek? Arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Nem Jehovát dicsőítették. Az az aranyedény arra volt, hogy Jehovát dicsőítse. Mit szemléltet ez? Ez a kép. Azt szemlélteti, hogy dicsőítik a mai világban Sátán által létrehozott szervezeteket. És elolvasnám ennek bizonyítására a Jelenések 9:20. versét. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, mondja, hogy nem tértek meg miből? Hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat. Így mondja a Jelenések 9:20. El lehet olvasni otthon, hogy nem tértek meg a többiek, hanem ezt tették. Tehát nem tértek meg abból, hogy Sátán által létrehozott szervezeteket imádnának és tartanák úgy, mint azok a megmentők. Kedves testvérek, testvérnők, minden úgy történt ezen lakomán, ahogy ki volt tervezve, hatalmas sürgés, forgás, borhívás, aranyedények,
ben inni bort, zene biztos volt ottan, és ugyebár a hangulat, mint egy ilyen hatalmas mulatságon, minden az utolsó részletig ki volt tervezve, csak egy dologról megfelelkeztek. Miről feledkeztek meg? Az, hogy azon arany edények, amiket ők meg akarnak gyalázni, azok valakinek a védelmében részesülnek, azok valakinek a szolgálatában voltak. Megfelelkeztek arról, hogy gondoljanak arra, hogy azoknak védelemben lesz részük, hogy Jehovas Isten, akinek edényeit meggyalázzák, ő közbe fog lépni. Erre nem gondoltak. De megtörtént, ahogy elolvassuk a Dániel 5. részének 5. versében, abban az órában emberi kéznek ujjai tűnenek fel, és Írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézi azt a kézfejet, amely Ír vala. Egy olyan dolog, ami nem volt kitervezve. A gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán egy kézfej, és az Ír. Nagy betűkkel, teljesen láthatóan Ír. Ezt nem tervezte ki senki, és megmagyarázhatatlan volt abban a pillanatban. Mi elmondjuk, hogy tulajdonképpen ezen kész Jézus Krisztus szemléltette, és magát, Jézus Krisztus testtagjait is szemléltette, mint testület és közösség is. Ez megtörtént, ennek a teljesedése 1926-tól errefelé, amikor egy nagy gyűlés, egy nagy összejövetele volt Jehova tanúinak, amikor a virág uralkodóihoz szólott egy bizonyságtevés. Ez a kézírás elsősorban Belsazár előtt és a főemberei előtt volt, és ugyanez nagyobbani beteljesedésben is megtörtént 1926-tól errefelé. Tehát a beteljesedés nem volt kisebb, mint a történet. Ott, hogy volt Belsazár és egy lakoma, ott volt egy uralkodó. De itt a nagyobbani beteljesedésben 1926-tól errefelé az egész világon minden uralkodónak, inkluszív a Szovjetunió vezetőjének és amerikai vezetőjének, és mindenkinek el lett küldve ezen bizonyságtevés. Megtörtént előttük. Tehát sokkal nagyobb méretű volt a beteljesedés, mint az, amikor egyetlen uralkodó volt. Jézus Krisztus a hű maradékot használta a testének tagjait ezen bizonyságtevésre. És mit jelentett az, hogy azon meszelt falon, egy tiszta, meszelt, megvilágított, meszelt falon jelent meg ezen kézírás? Azt jelentette, hogy ami ott van, az tiszta és világos mindenki előtt. Azt jelentette, hogy Jehova semmit sem tesz titokban. Világos volt az, mindenki látta? Biztos. Nem volt semmi ott, ami megzavarta volna őket. Nem tesz Jehova Isten semmit titokban. Ezt szemléltette az a meszelt fal és azon nagy kézírás, ami ottan megjelent. Ekkor a király ábrázatja megváltozik, és az ő gondolatai megháborítják őt. És derekainak inai megoldodának, és az ő térdei egymáshoz verődének. És mi történt? Erősen kiáltozik a király, mondja a Szentírás, azért, hogy hozzák elő Babilon bölcseit, hogy magyarázzák meg neki, hogy mik is ezek a dolgok, amik itten vannak, mik történnek, és a nagyobbani beteljesedésben hogy történt? Hozzák elő Babilon bölcseit. Igen, megpróbáltak, ugyebár mikor ezt a bizonyságtevést észrevették a világ, megpróbáltak ugyebár valamit ellenvetni, olyan dolgokat ellenállítani, mert megvoltak azon dolgok, csak úgy állítani be, hogy ellenszegüljenek ezek. Népszövetséget állítottak fel, békepaktumokat rendeztek, 1928-ban békekonferenciát rendeztek, leszerelési konferenciákat rendeztek, 1933-ban a pápa a szentévet hirdetett, és azon kívül a pápának visszaadták világi hatalmát. Csak hogy mégis volt egy probléma. Nem tudták elolvasni azt az írást, nem értették, hogy teljesedik ez a nagyobbani beteljesedésben. Hogy nem értették a bizonyságtevést, amit Jehova tanúi végeznek. Nem értették, hogy mi hajtja Jehova tanúit. Nem értették, hogy azt a kezet mi mozgassa. Csak a kéz volt, de mi mozgassa a kezet? Jehova tanúit mi hajtja? Miért mennek ők bizonyságot teszni? Nem kapnak pénzt.
Nem fizeti senki őket. Hát ők úgy értették, és úgy érti meg mai napig a világ, hogy mindent a pénz mozgat. És őket nem fizeti senki, és mégis mennek. De ez nem kis mértékben történt, kedves testvérek, hanem az egész világon bizonyság tétetett számtalan országokban. Ezrek és milliók mentek bizonyságot tenni, hatalmas eszközöket, anyagi befektetést, fáradtságot, minden. Mi hajtja ezen embereket? A kezet mi mozgassa? Isten szelleme mozgatta őket, és nem kellett mozgassa más egyéb, hanem Jézus Krisztus volt az, aki vezette őket, csak hogy a világ nem látta. Ezt a hatalmat nem is érti meg mai napig se a világ. Tehát hiába hívtak minden bölcset meg, hogy oldja meg a dolgot, nem történt meg. Mondja az 5. részének 8. versében, akkor bemennének a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. És hát mi történt? Akkor Belsazár király igen megrettene, és az ő ábrázatja elváltozik rajta, és az ő főemberei is megzavarodának. Tehát a következmény mi lett, hogy nem tudták megoldani, megérteni? Akkor Belsazár király igen megrettene, és az ő ábrázatja elváltozik rajta, és az a főemberei is, mi történt? Megzavarodának, ezt így. A Szentírás, hogy mennyiben teljesedett, meglássuk a következőkben. Megzavarodtak. Egyik konferencia másikat érte, mondja a folyóiratunk. Leszerelési konferencia, felszerelési konferencia. Emlékeztek? Hadihajókat szereltek le, atomrakétákat szereltek le, különböző tárgyalásokat vittek, azután meg a helyzet úgy alakult, aztán már megint felszerelték őket. Tehát egyik így, másik úgy. Tehát azt se tudták, mit tegyenek. Amerikában nekifogtak az új nemzet újjáépítésének, nem sikerült. A pápa szentévet hirdetett, jól tudjuk, hogy nem sikerült, mert nem lett egy béke a világban, hanem jött a második világháború. Tehát akármit tettek, haladtak a pusztulás felé, mondja a folyóirat, és ez a mai időben hasonlóképpen mondhatjuk el, hogy mennyiféle tárgyalások vannak, mennyiféle megmentési tervet dolgoznak ki az Európai Unió, megmenti ezt az országot, megmenti azt az országot, de lássuk, hogy mégis-mégis halad a világ a pusztulás felé. Ha megmentik az egyiket, nem tudom milyen pénzösszeggel, másik nap a másik esik abba. A másik ország, Amerikától elkezdve lefelé, mind ilyen nagy problémák vannak a világban, nem tudják ezt. Tehát teljes zűrzavar van a világban. Ezt említette ezt, hogy megzavarodtak a főemberei, a politika megzavarodott. Tehát tehetetlenség miatt ilyen nagy zűrzavar történt, és ugyebár itten szó van a folyóiratban, biztos, akiknek megvan otthon, elolvashassuk, hogy egy bizonyos királyni asszony lépett közbe, amelyik felhívta a figyelmet Dánielre, és azután Dániel a király elé lett vive. Az idő miatt nem tudjuk elmondani az egészet. Ekkor erre Dániel a király elé vitették, szól a király, és mondta Dánielnek, te vagy Jama Dániel, aki a judabeli foglyok fiai közül való, akit ide hozott a király az én atyám Judából? Mi, amit itten ki akarunk emelni? Az a része, amely mindjárt érdekel, te vagy-e ama Dániel, aki a judabeli foglyok közül vagy? Fiai közül való? Mit jelent ez? Judabeli. Kedves testvérek, testvérnők, kedves vendégek, ezt mindnyájunknak meg kell valljuk, amit Dániel megvallott, hogy judabeliek vagyunk. Vagyis Jehovát dicsőítő nép. Egyedül Jehova tanúi a világon voltak azok, akik ezt tették. Nagyobbani beteljesedésbe kezdődve 1931-től. Amikor Jehova tanúi megkapták ezt az új nevet, hogy Jehova tanúi, akkor ugyanazt tették, amit Dániel tett, kiálltak és nyíltan, világosan megmondták, hogy igen, én vagyok az. Én vagyok a Jehova tanúja, vagyis én a judabeli, ahogy itten meg volt kérdezve, és be is mutatták Jehova tanúi. Ezt az új nevük az egész világ előtt bizonyította 1931-től errefelé. De, kedves testvérek, nem csak akkor kellett, hanem ezt minden időben mindnyájan meg kell valljuk, és ki kell álljunk, és ezt a nevet szégyen nélkül, sőt, boldogan és büszkén mondjuk el, hogy igen, judabeliek, vagyis Jehova dicsőítőek, Jehova tanúi vagyunk. És itten elmondja azután,
Belsazár, aki felől hallottam, hogy az Istenek lelke van benned, és értelem, és tudomány, és kiváló bölcsesség találtatott te benned, az Istenek lelke. Ezt hallottam. Tehát, igen, ezt még a világiak is tudják, és érzik, hogy ezen népben egy olyan erő dolgozik, amely a világban nincsen meg, amely által ugyebár még a jövendőt is megmondjuk, persze nem mi tőlünk, hanem azon szellem hatása által, amit a Szentírás által, ami részünkre van bocsájtva. Nem mi vagyunk illetve, hanem a Szentírás által mondjuk meg ezen világnak a jövőjét, ami nem erősen rózsás. Erre Dániel felele és mond a királynak, ajándékait tiéd legyenek, és adományaid másnak adjad, mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki. Igen, fel volt ajánlva, hogy ő mint harmadik fog az országban lenni, ajándék, stb. Minden, de nem haszonlesésből mondta meg Dániel, nem azért mondta, mert fel volt ajánlva ez, hanem úgy, ahogy Jehova tani ma sem teszik a bizonyságot haszon miatt, haszonlesésből, úgy mondta meg ő is, ahogy mondja, ajándékait tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom neki. És úgy is történt. Tehát a nagyobbani beteljesedésben, ugyebár a királyságról szóló füzet 1931-től kezdett beszélni. Ez egyesek előtt nagyon csekély dolognak tűnhetik egy bizonyos pillanatban. De nem a papír számít. Egy kis papír által lehet egy olyan információt közölni, amelyik nagy dolgot visz véghez. Hát, ha a kis papíron azt írja, hogy halálra vagy ítélve, akkor papír számít? Nem azt számít, amit azt közöl. Az a kis füzet olyan dolgokat közölt, és el volt víva az egész világon, a papságnak, politikusoknak és gazdasági elemeknek, és bizonyosságul szolgál az, hogy még az Amerikai Egyesült Államok kongresszusához is el volt juttatva. Úgyhogy ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy ezen bizonyságtevés, amit Dániel is végzett abban a pillanatban, Jehova tanúja által meg lett valósítva. És igen, Dániel elmondta Nabukodonozornak, hogy mi az ő sorsa. Nem ijedett meg attól, mert királlyal állt szembe. Nem ijedett meg attól sem, hogy valami problémája, baja történhetnék. És be van mutatva a képernyőn, ha figyeljük, hogy Dániel mit mondott, azt, hogy ő ismerte Belsazár, ismerte az ő atyának, az ő szülőinek, vagyis az ő nagyatyának a információit, amiket tulajdonképpen, ami reá vonatkozott, vagyis amiket megjárt, hogy Nabukodonozor egy bizonyos pillanatban, amikor azt hitte, hogy ő az, aki megvalósította az a nagy babiloni uralmat, akkor volt az a pillanat, amikor leesett. És ahogy megfigyeljük, Nabukodonozor akkor lett letéve, és az emberek közül is ki lett vetve, amikor azt hitte, hogy ő az, aki ugyebár megteremtette ezen dolgokat, és Jehova Isten figyelmen kívül hagyta. Jehova tanúi és általuk hirdetett üzenetnek a megvetése Isten elleni felemelkedést jelent. És igen, megmondta Dániel Belsazárnak, mit mondott neki? Azt mondta, hogy sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit előtbe hozták, és te is a te főembereid, a te feleségeid és ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst, arany, ért, fa és kő is teneket dicsérték. Tehát megmondta. És hazugság volt? Ott volt előtte az aranyedények és az ezüstedények, és a lakoma is minden, és a falon ott volt a kézírás. Bizonyságul azt, hogy ő megtette. Igen, Isten edényeit akarta meggyalázni. De ez egy olyan bizonyságtevés volt, amit egy király előtt és az ő ezer főembere előtt el lett mondva. De a nagyobbani beteljesedésben is egy olyan bizonyság történt, Jehova üzenete ezen világhoz el lett víve, és most az utolsó időket éljük, amikor ez már történelem, el lett víve,
Csak feltevődik egy kérdés. Ha egy ilyen bizonyság volt téve, meg volt mondva, hogy Jehova Isten az, aki közbe lépett. Jehova Isten az, akinek a üzenetét hozza, azon kész. Nagyobbani beteljesedésben Jehova Isten, aki üzeni azt, amit Jehova tanúi elvésznek a világhoz. Megállott Belsazár az ivással? Tovább folytatta a lakomát, vagy nem? A Szentírás mutassa, hogy nem állott meg. Tovább folytatta a lakomát. A történelem mutassa, a történelem bizonyítsa, hogy a világ nem vette figyelembe, amit Jehova tanúi mondtak, a világot nem értekelte, hanem tovább folytatták a lakomát, és folytassák mai napig is. Tehát Dániel megmondta, hogy ezért küldetett ez a kéz ő általa, és jegyeztetett fel ezen írás. És az írás ez, amely feljegyeztetett. Mene, mene, tekel, ufarfin. Jól ismerjük. Románul a fordítás szerepel, de hogy ezek mit jelennek, azt megmondják a következő versek, amelyek tulajdonképpen a folyóiratban le vannak írva, amelyek a Szentírásban le vannak írva, és a folyóiratban meg vannak magyarázva. Tehát mene. Ez pedig a szavaknak az értelme. Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Számba venni valamit, megszámolni valamit, és azt mondani, hogy stopp, ahogy mondják egyesek. Megállni. Eddig. Megszámoljuk, és tovább nem még számoljuk, mert itten vége. Számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. De kétszer volt mondva, hogy mene, mene. Mit jelent ez? Azt jelenti, az első mene jellemzi a nemzetek idejének végét, vagyis a végidő kezdetét jellemzi. Lássuk, hogy nagyon pontosan meg kell legyen határozva. Mert két mene van, az egyik a nemzetek idejének a vége, és a második mene Sátán szervezetének teljes végét jellemzi, amely Armagedonkor következik be. Mit jelent a következő szó? Tekel. Annyit jelent, hogy megmérettél. Tehát megmérni valamit könnyű vagy nehéz. Megmérni a világot nem Jehova tanúi végzik, Jézus Krisztus. Mennyi igazság van? Megéri még, hogy ez a világ fennálljon? Mi is jól lássuk. Mennyire éri meg ez a világ? Abból a szempontból, hogy Isten igazságát mennyire tartalmazza még? Hány szót ejtenek ki a televíziókban, a rádiókban és az újságokban arról, hogy Jehova Isten mit határozott el? Erről mennyit beszéltek most a nagy mulatságok alkalmával, amely az egész világ kerekségén rengeteg beszéd elhangzott ezen az éjszaka. Különböző kimondhatatlan dolgok, de hány szó hangzott el arról, hogy Jehova Isten mit határozott el? Hát egyszer, hogy nem sok. Tehát megmérettél, és azt mondja, tekel, azaz megmérettél, és a mérlegen hiával találtattál. És mi is lássuk, hogy ez a világ. Tehát hiával találtattál. Jehova Isten szolgái is részt vesznek ebben, úgy értve, hogy részt vesznek az elpecsételésben. Egyiknek az homlokára pecsételik, hogy ez igen, a másik nem. Úgy értve, hogy a férfiú, azon írószerzemes férfi, aki következik, majd elvégzi a megfelelő dolgot. Peresz, azaz elosztatotta a te országot, és a médeknek és a perzsáknak adatot. Tehát ez már jelenti, hogy elosztatott, vagyis tulajdonképpen másnak lett a médeknek és a perzsáknak. Belsazárnak már vége, nem volt része ezen országban. Szemlélteti azt, hogy tulajdonképpen ezen világnak országai, ami urunkai lesznek nem sokára, és azon Círus vezér, amelyik ott volt a falokon kívül, meg is tette a kellő pillanatban a magáét, azon éjszaka ugyebár megtörtént, hogy Belsazárra rákövetkezett az ő megérdemelt vége. Ebben a pillanatban, amikor elmondta neki Dániel azt, hogy mit is jelent az az írás, akkor nem erősen örvendett, de be kellett tartsa, amit mondott, nem örvendett annak, amit mondott, akkor szól a Belsazár, és öltöztetik Dánielt bíborba és aranyláncot, vettének nyakába, és kikiálták felőle, hogy ő parancsol, mint harmadik az országban. De nem
következett be teljesen ennek a megvalósítása abban a pillanatban, mert azon az éjszaka Belsazár ki lett végezve, az ítélet rajta végre lett hajtva. De majd következett egy másik király, ami ugyebár átvette a hatalmat, Dárius, akinek a vezére volt Círus, és azután, mintha ezt végre kellett volna hajtani, és úgy is történt, végre kellett hajtani, ha bár meg volt jövendőlve, hogy te leszel a harmadik az országban, azt mondta, Belsazár, mégis őt kivégezték, és ugyanaz a dolog véghez lett vive, de a következő uralkodó által, Dárius által. Mit jelentett az, amikor a Dániel könyvének 6. részének az első verseiben le van írva, hogy Dániel meg lett választva, és egy lett azon igazgatók közül, akit ezen Dárius ebben az esetben megválasztott és kiemelt. Azt jelentette, hogy Jehova Isten mindenek felett lett, van, volt és lesz. Jézus Krisztus, ő Jehova a fő megbizotja, ő a második, és Krisztus testének tagjai, hű és a bőrszolga osztály a harmadik, Dániel volt a harmadik. Tehát a méd Dárius foglal el az országot 62 éves korában, idős korában, amelyik azt mutassa, hogy Jehova Isten szemléltette, Círus az ő vezére, szemléltette Jézus Krisztust. De mit jelent az, hogy nem mondja, hogy és méd Dárius foglal el az országot, és Círus? Círus miért nem említi? Azért nem említi, mert az armegadoni csatában, amikor tulajdonképpen ez az elfoglalás, amit szemléltet, az armegadoni csatában Jehova Istent fogja megismerni minden élő teremtmény, és az ő neve fog igazoltatni az egész világ egyetemben. Tehát azért nincs megemlítve Círus, csak Dárius van megemlítve, mert Jehova Isten lesz, akinek a neve, felsőbsége és mindenhatósága igazolva lesz minden teremtmény előtt. Kedves testvérek, testvérnők, én a magam részéről köszönöm szépen a figyelmet. Még azért elolvasnak 2-3 mondatot előttetek, mint befejező szó, mint olyan, amely minket arra biztatna, hogy tulajdonképpen fontoljuk meg ezen drága, szép, fontos igazságokat, proféciákat, amelyek kiértékelhetetlen szellemi eledelek, amik számunkra, és olyan igazságokat közöl mi velünk, amelyek kell, hogy bátorítsanak minket, hogy kitartsunk, hogy megállhassunk hűségesen Isten szolgálatában. Testvérek, ha lássuk, hogy ezen világ megzavarodott, mert elmúlásának napjai immár a küszöbön vannak, ha lássuk, hogy a bölcsei mindent megpróbálnak megmentéséért ennek a világnak, de lássuk, hogy mégis rohan a világ vége felé, ha érzéki szemeinkkel észleljük, amint a nagyobbani Círus seregei immár ezen sátáni Babilon kőfalain kívül készenlétbe állanak, hogy megvívják az utolsó ütközetet, akkor, még ha Sátán mindent is megtesz, azért, hogy minket valamiképpen beszennyezzen, hogy minket arra vegyen rá, hogy ne őrizzük meg a mi nemes fém voltunkat, vagy ezüst edény voltunkat, jobban mondva, ugyebár nem vagyunk mi az aranyedények, de ha arra is próbál rávenni, mi maradjunk meg Isten nemes fémből készült edényeinek továbbra is, megőrizve hűségünket Jó Isten iránt, és szolgálván Jehova Istent és az ő célját, mint olyan edények, akik nem vesztették el a méltóságukat, nem vesztették el azt, amire meg vannak bízva, hogy Istent magasztalják és dicsőítsék ezen a földön. Bármennyire is furcsának tűnjék ennek a világnak, egy ilyen nép, egy ilyen közösség, amelyik most ebben a pillanatban is itt van, mert mondjuk meg őszintén, zárja el be még egy persze, hogy tényleg furcsának tűnik, amikor valaki nem vesz részt ebben a sok mindenfélében, ami van a világban, hogy félreállunk, hogy nem tesszük ugyanazt. Bármennyire furcsának tűnjék ezen világ tényezőinek, hogy mi létezünk, bármi is következik, maradjunk együtt, maradjunk meg, mint Isten szolgái, mint Istent dicsőítő közösség, mint nemzet, amely hűséggel hirdeti Isten ítéletét ezen sátáni világ részére. Én a magam részéről köszönöm szépen a szíves figyelmet nektek. Jó Istennek köszönöm, hogy megengedte, hogy ezt elmondjam ti előttetek. Köszönöm szépen.